fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan megvan írva a Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, az első fejezet 17. versében. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ezt az utolsó mondatot, ezt az ismert mondatot, hogy az igaz ember hitből fog élni, egy más fordításban is olvasom. De az igaz ember az én hűségem által fog élni. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim, ha van mondata Szentírásból, ami igazán nagy karriert futott be, amelyik olyan nagy utat járt be, mint ez, az keveset találunk, mint ez, hogy az igaz ember hitből él. Ennek a mondatnak nagyon nagy a karrierje, nagyon nagy az az út, amit betett, megtett Istentől hozzánk. Mondhatjuk azt, hogy mindegyik ige nagy karriert fut be, hiszen abban a pillanatban, amikor megérkezik hozzánk, amikor megértjük, akkor végül is betöltötte a küldetését. Mégis ez a mondat, amit itt olvashatunk, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni Isten által, ez valahogy mégis különleges, mégis nagyobb utat járt be, mint bármilyen más ige. Részben azért, mert a hatás története felmérhetetlen. Ugye Luther Mártonnak volt ez a hatalmas nagy felismerése, ez amelyik megfordította az ő életét, az ő hitét, amelyik utána cselekvésre sarkalta őt, és ez a cselekvés, hogy bírálja a búcsúcédulákat, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy talán nem minden tanítás állja úgy meg a helyét, ahogyan az akkori római katolikus egyház gyakorolta. Ez olyan hatással volt a történelemre, az egyház történetére, a gazdaságra, mindenre gyakorlatilag Európában és Európán keresztül, aminek még mind a mai napig érezzük ennek a hatását. Valószínűleg itt most mi nem ülhetnénk így, hogyha Luther ezt a hatalmas felismerést nem tette volna meg. Emlékezzünk vissza a múlt évre, amikor gyakorlatilag 500 évre folyamatosan visszagondoltunk, ünnepeltük, hálát adtunk ezért. Hálát adhattunk ezért az egy mondatért, amit Luther a római levélben talált meg magának. Csak hogy ennek a mondatnak a karrierje nem a római levélben kezdődik Pál apostollal. És nem avval kezdődik, hogy Luther felfedezte és ennek jegyében élt, hanem ez az ige még messzebbre nyúlik vissza, hiszen Pál apostol ezt az igét Habakuk könyvéből idézi. Habakuk prófétának a könyvéből idézi ezt a mondatot. Habakukról nem túl sokat tudunk, talán az egyik legrejtélyesebb próféta az Ószövetségből, de maga a nevének is a jelentése olyan szép, azt jelenti, hogy ölel, áttölel, meg átkarol. Azaz egy olyan prófétáról van szó, aki egy vigasztaló próféta, aki biztatja az ő népét, mert hogy igen nagy szükség volt rá. Egy olyan korszakban és egy olyan helyzetben élt ez a próféta, amikor igen nagy krízisben volt Izrael népe. Hát mondhatjuk azt, hogy ez az Ószövetségben elég gyakran visszatér, ugye nagy hatalmak közé beszorulva egy kicsi nép, újra és újra idegen támadásoknak kellett megfelelnie, ellenállnia, valahogy túlélnie. És egy ilyen helyzetben, egy éppen ilyen korszakban él ez a Habakuk proféta is. Valószínűleg Krisztus előtt 612 után, amikor már az asszír birodalom igencsak megrendül és meggyengül, de még azelőtt, hogy tényleg látszódna a fogságnak az igazi vége, az új birodalom átrendeződésében van. Tehát még messze van a vége, de már érződik az enyhülés, a politikai enyhülés. Tehát egy ilyen korszakban megy oda és öleli át a népét Habakuk. És öleli át ezzel az igével, ezzel a nagyon nagy biztatással, hogy az igaz ember hitből él. És a Luther, amikor ezt az igét felfedezi a római levélben, akkor ő is ír erről, hogy Habakuknak mekkora nagy vigasztalása volt az akkori nép felé.
Mert hogy miről is van szó? Ebben a helyzetben, amikor az idegen hatalmak, akár asszír, vagy újbabiloni, vagy óbabiloni birodalmakról, vagy az egyiptomiakról van szó, nem csak nagy hatalmak játékáról van szó az Ószövetségben. Nem csak arról van szó, hogy melyik birodalomnak hány katonája van, és mekkora katonai potenciállal, hatalmi potenciállal rendelkezik. Hanem ezekben az időkben, amikor birodalmak, országok csapnak össze, akkor egyben az istenségeik is összecsapnak. Akkor nem csak arról van szó, hogy melyik hatalom tud győzni, hanem arról van szó, hogy melyik hatalom istene a hatalmasabb. Gondoljunk Dávid és Góliát történetére, ahol nem is az a lényeg, hogy Dávid mekkora és Góliát mekkora, hanem ott az a lényeg, hogy a filiszteusok istene összecsap az egy örök és igaz Istennel. És amikor Habakuk vigasztalja a népét, és buzdítja a népét, akkor semmi másra nem hívja fel a figyelmet, mint sem arra, hogy itt ebben a csatákban, ebben a politikai krízisben úgyis az fog győzni, aki az egy örök igaz Isten. Ha megnézzük a teljes mondatkörnyezetet, így hangzik, az elbigzakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hitből él. És itt nem csak egyes emberekre vonatkoztatja Habakuk proféta, hanem gyakorlatilag egy megjelenítés, ez egy kép igazából, az emberek egy-egy birodalmat jelentenek, tehát azt jelenti, hogy az elbizakodott, hamis Istenben hívő, akár Asszíria, Babilon, azok nem maradhatnak meg, de az, aki igaz, és itt helyettesítsük be Júdára, az az Júda, amelyik tényleg majd Istenben fog bízni, az Isten hűsége által szabadulást fog nyerni. Mert nagyon fontos azt megértenünk, hogy az Ószövetségben, ebben az ígében is, és más helyeken is azt tapasztaljuk, hogy ahol Isten igazsága megjelenik, ott az az igazság szabaddá teszi az embert, a népet. Ahol Isten igazságának rendeli magát alá a nép, vagy egy ember, ott van az igazi szabadság. Mert az Isten hűsége, az Isten kitartása, hogyan kitart az ő népe mellett, az tehet szabaddá. És ez az, amire Habakuk próféta felhívja a figyelmet. És ezt az igét idézi Pál apostol több helyen is, nem csak a római levélben, de a Galata levélben és a zsidó levélben is találkozunk ezzel. Erre figyelmezteti az új szövetség népét is az apostol, hogy az, aki megismeri Isten igazságát, amelyik egy kizárólagos igazság és valóság, az az, ami igazán szabaddá tehet minket. Az, ami igazán felszabadíthat minket a bűnnek a fogságából. Ugyanis ha a római levelet hosszabban megnézzük, ugye a tavasz folyamán napi olvasmányaink során is tanulmányozhattuk a római levelet, akkor ez gyakorlatilag egy bevezetés arra a témára, hogy az evangélium és a törvény hogyan viszonyul egymáshoz. Hogy a törvény vagy az evangélium az, amelyik üdvösségre segíthet-e minket. Miben van a mi üdvösségünk, miben van a mi igazságunk igazából. Mi az, ami által Isten megigazíthat minket, és felszabadíthat a bűnből. És ezt a levelet ezzel a habakuki gondolattal vezeti be Pál apostol. Így kerül ide, nem csak úgy oda citálja, ahogyan mi szeretjük ezt kiemelve említeni, és így egy picit talán az élét tompítani, hanem itt Pál apostol, mint egy bevezetve a levelét, arra próbálja felhívni a figyelmet a római gyülekezetnek és nekünk is, a későbbi olvasóknak, hogy Isten igazsága az, akit Isten igazzá tesz, azáltal az igazság által szabadulhatunk meg, és lehet üdvösségünk. És ez azért is fontos megérteni ezt a karriert, ahonnan Habakuktól indul a római levélben, hogy ez az, amire Luther rádöbbent. Ez az igazság, amit Luther megértett. Mert ő egy olyan korban, egy olyan egyházban élt, ahol ennek az igazsága már réges-rég feledésbe merült. Egy olyan országban, egy olyan helyzetben született be Luther, ahol mindenütt jelen volt az egyház, úgy tűnt, hogy mindenre választ ad, de végül is a végső kérdésre,
hogy hogyan üdvözülhetek, hogyan találhatok a kegyelmes Istenre, arra nem adott választ az egyház. Luther Márton alapvető kérdése az volt, hogy hogyan igazulhatok meg Isten előtt, hogyan lehet üdvösségem. És bár az egyház mindenütt jelen volt, adott különböző válaszokat, különböző liturgiákban, szokásokban, erekékben, babonásnak tűnő hitekben, erre nem kapott választ. Pedig számára ez egy folytogató kérdés volt, és az a kérdés, hogy számunkra is kérdés ez-e még. Luther, amikor fiatalként egy párbajba keveredik, ő csak szemtanúja, de a legjobb barátja elmegy egy párbajra, amit olyan komolytalanul vesznek, hogy se orvos, se papot nem vesznek magukkal, és meghal a barátja, ott van benne ez a döbbenet, hogy üdvözül-e az én barátom. Majd egy újabb élmény éri, ez már ismertebb, amikor egy vakációról tér haza, és mellette becsap a villám. Hát ez önmagában is egy traumatikus élmény, de ő akkor ugyanúgy átéli ezt a hatalmas nagy krízist. Mi van, ha úgy csap belém a villám, hogy nincsen itt pap, akinek meggyónjak? Hogy fogok akkor én üdvözülni? És ekkor teszi a fogadalmát arra, hogy ha ezt túléli, akkor szerzetes lesz. Hát ha így majd biztosíthatja magának az üdvösséget. És szerzetes lesz, de nem leli meg a nyugalmát, nem kapja meg azt a választ, amire szüksége van. Szerzetesi korának elején aszkéta életet él, már-már bizarr méreteket öltve, és az egyik vezetője azt mondja, hogy nem jó ez így, menj el Wittenbergbe tanítani, elég okos vagy te ehhez, és ott kezdi el olvasni a római levelet. És ez megint nagyon érdekes, hiszen ő Ágoston rendi szerzetes, akiknek nagyon fontos a római levél, hiszen Szent Ágoston egy másik rész kapcsán, szintén a római levél kapcsán tér meg, és itt éli át Pál apostol ugyanazt a reményt és ugyanazt az örömöt, amit Habakuk népe is átélhetett, hogy igaznak lenni nem azt jelenti, hogy nekem kell valamit cselekednem, vagy az egyház szerint valamit cselekednem, hanem igaznak lenni nem más, mint az, hogy Isten lehajol Jézus Krisztusban hozzánk. Az, hogy Isten igéi által lehetünk igazzá, hogy nem nekünk kell izzadnunk és cselekednünk ahhoz, hogy elérjük az Istent. Ahogy bennünk van ez a vágy, gondoljunk a Bábel tornyai építkezésre. Ott is mi van, kerüljünk fel Istenhez, menjünk föl, szerezzünk olyan dicsőséget, és milyen vicces, Isten azt mondja, hogy lenézek, hogy hol is vagy te ember. És ez mindig bennünk van, ez a kísértés, hogy mi nekünk kell cselekednünk, nekünk kell építkeznünk, nekünk kell felkerülnünk valahol Istenhez. Miközben itt van a hatalmas nagy evangélium, hogy Isten lehajol hozzánk, mi hozzánk Jézus Krisztusban. Ahogyan olvashatjuk a római levélben is, vagy az evangéliumokban. És ez az, ami igazából Luthert megérinti és felszabadítja. Ez az, amikor ő benne egy fordulat bekövetkezik, és ez az ige újabb karrier története, hogy akkor Luther megért valamit. És utána még van egy kis idő, mert még csak benne formálódik ez az egész, de már kezdi kritikusan nézni, ami körülötte van, közben még megjárja Rómát, és egyszer csak felfigyel arra, hogy nem jön senki gyónni, és elkezd nyomozni, és akkor vesz észre, hogy hoppá, hát miért nem jönnek gyónni, hát mondják, hogy van búcsú cédulájuk, hát megvették a bűnbocsánatot, akkor minek gyónni. És ez az, ami őt cselekedetre sarkalja, és ez az, ami a legfontosabb minden ige történetében. Hogy nem csak arról van szó, hogy megértjük az igét, ahogyan Luther megértette, és felszabadult, és teljes öröme lett, hanem cselekedett is. Mert abban a pillanatban, amikor azt látta, hogy a búcsú cédula gyakorlata nem felel meg ennek az igének, nem felel meg Isten akaratának, akkor nem azt mondta, hogy dohogok a magányomba, hanem cselekedett. Megírta a tételeit, publikálta, vitára bocsájtotta, valószínűleg fogalma sem volt, hogy mit okoz ezzel. De gyakorlatilag megélte és megvalósította Isten igéjét, amikor felhívta a figyelmet ebben az iratban, hogy az igaz ember csak Isten hűsége által élhet.
Semmi más által, se gyónás, se ereklye tisztelet, semmi más által nem lehet üdvössége az embernek. Ahogyan az előtte lévő részben olvashatjuk, az, hogy Isten, amikor megszólít minket, akkor az arra adott válaszunk az, ami igazából megmenthet bennünket. Azt olvassuk, hogy hitből hitbe, hogy mit is jelent ez igazából, ezt a mozdulatot, amikor Isten megszólít minket. Nagyon-nagyon sok magyarázata van ennek a gondolatnak, és valószínűleg mindegyik helytálló, mert mindegyik biblikus. Az egyik azt mondja, főleg ha a római levelet továbbolvassuk, hogy ahogyan a törvény által hitet gerjesztett az Ószövetség népében Isten, úgy az Új Szövetségben ez a törvény vezet át minket az Új Szövetség evangéliumához. Az Ószövetség hite vezethet át minket az Új Szövetségbe, Jézus Krisztus megismerésébe. Ahogy később írja Pál apostol, hogy a törvény nem más, mint egy pedagógosz. Eredetileg az ókorban a pedagógosz az csak az volt, aki a gyereket elvitte a mesterhez. Biztos, hogy oda menjen. Ez amikor elvisszük a gyereket az iskolába, megnézzük, hogy bemente a kapun, mert ez a pedagógusz. Erről beszél, hogy a törvény a hitből hitbe segít minket. Elvisz az evangéliumig, és ez az evangélium az, amelyik majd igazzá tesz minket. Van egy másik, személyesebb magyarázat is erre, amelyik azt mondja, hogy az ige hirdetés hite által, hogy megszól a Isten igéje egy ige hirdetésben, egy bizonyságtételben, és ez megérkezik hozzám, és ez cselekvésre sarkal. Ez már egy személyesebb megfogalmazás. A másik ember hite, a szüleim hite, a lelkipásztoraim, a lelkivezetőim, a barátaim hite, az ő bizonyságtételüket én meghallom, és Isten szent lelke segít abban, hogy ez az én hitemmé is váljon. Amikor a megértés és a megtérés megvalósul, ezt jelenti azt, hogy hitből hitbe. És igazán ez az a fordulat, ami Luthert megváltoztatta. Mert nem azt mondta, hogy én tudok valamit, és ez nekem jó, hanem én tudok valamit, és én úgy érzem, hogy cselekednem kell. És Isten igéjének a karrierje, ennek a mondatnak a karrierje nem állt meg itt, hogy akkor Luther cselekedett, hanem az ő cselekedete, az ő hite, az ő hitéből való cselekedet egy csomó emberhez megérkezett, kortársakhoz, utódokhoz, és ez így ment tovább. És ennek köszönhetjük azt is, hogy mi most itt ülünk, hogy ez a lánc nem szakadt meg. Hogy ez az átadás, ez az élmény, hogy Isten igéje ilyen módon tud minket formálni, ez nem reked meg egyes embereknél. Hogy ez a felismerés tovább adódik. Azt mondtuk, hogy ez az ige igazán nagy karriert járt be. Valahol Krisztus előtt a 7. századtól indult, és még most is él. És azért él, mert hirdettetik. Amikor most a helvét hitvallás kapcsán a hitről olvastunk és gondolkodtunk, ez itt van, ma is köztünk ez az ige, és jó, ha időről időre megszólít minket. Nem csak egy reformációi emlékmű alkalommal, nem csak akkor, amikor a történelemről gondolkodunk, hanem amikor a magunk életét éljük. Mert ez az ige csak akkor futja be az igazán nagy karrierjét, hogyha a mi életünkben is megvalósul. Amikor mi is tudunk úgy dönteni, ahogyan Luther is döntött. Hiszen az egyes élethelyzeteinkben, szituációinkban, munkahelyünkön, egyetemen, ahol éppen vagyunk, találkozhatunk olyan jelenségekkel, olyan gondolatokkal, amik Isten igéjének ellentmondanak. És akkor vajon mi ugyanebből a tűzzel, lelkesedéssel, felszabadultsággal, amit mi megtapasztaltunk, azt tudjuk-e képviselni, ahogyan Luther? Én nem azt mondom, hogy mindenki gyártson 95 pontos tételcsort, de ott, ahol van, ott tudja és merje azt képviselni, amit Isten igéjéből megértett. Azt, hogy az igaz ember Isten hűsége által élhet. És az, ami Istennek nem tetsző, arra rámutassuk. Én nem azt mondom, hogy bíráljunk másokat, de hívjuk rá fel a figyelmet.
Mert olyan sokszor van az, hogy így azt mondjuk, hogy nem akarunk kellemetlenkedni a másiknak. Mindenkinek megvan a maga hite, ez annyira tetszetős és annyira divatos gondolat manapság. De Isten igéje nem ezt mondja, Isten igéje kizárólagos. Ez az igazság kizárólagos, nem tűr meg más igazságot. És Isten azt helyezi a mi szívünkre, amikor azt mondja, hogy hitben járunk, hogy ebben az egy igazságban járhatunk. Ezt magunkra vonatkoztatva és a környezetünkre vonatkoztatva is képviselni kell. Hogy ez az igazság csak Jézus Krisztusban jelent meg. Nincsen más, nem lehet keverni, nem lehet azt mondani, hogy neked is valahol igazad van. Nem lehet azt mondani, ami ma olyan tetszetős, hogy van egy hegy, ott van Isten, és különböző utakon lehet fölmenni oda. Nem. Mert ezek az utak nem biztos, hogy ugyanarra hegyre vezetnek. Lehet, hogy vezetnek hegyre, de nem biztos, hogy ugyanoda lyukadunk ki. És ez a kizárólagosság, ez az az a hit, ami minket megtarthat. Ez az a hit, amiről a helyelvét hitallásban az előbb olvashattunk. És Isten igéje akkor járja be ezt igazi karrierjét és az igazi útját, hogyha nem akad meg nálunk. Nem akad meg itt, hanem mi is tovább tudjuk adni. Ha nem is olyan látványosan, mint ahogyan Luther. De mégis a mi életünkben tükröződik ez az elszántság és ez a kizárólagosság, és ezt most értsétek jól, Isten igényére vonatkoztatva. Hogy ebben nem fér bele horoszkóp, meg nem fér bele egyéb dolgok, vagy nem férnek bele kétes etikai döntések. Hanem hittel, erővel tudjuk az evangéliumot képviselni. Mert akkor ez a bizonyságtétel, ez az életvitel a gyerekeink számára, az unokáink számára is elérhető lesz. És akkor reménykedhetünk benne, hogy akár 500 év múlva egy újabb nagy ünnepség sorozatban az emberek hálát adnak és dicsőítik az Istent, hogy Jézus Krisztusban adta magát értünk. Hogy ez nem csak egy emlékünnep lesz, hanem egy átélt valóság. Mert az, hogy hiszünk, az nem egy múzeumi darab, ahogyan most a helvét hithallásban is olvashattuk. Az, hogy hiszünk, az egy valóság. Az egy mindennapi valóság. Az élet krízis helyzeteiben, a halál közelében, a munkanélküliség szélén. De az, hogy hiszünk, az hála is. Hogy gyermekünk született, hogy vannak sikereink, hogy vannak testvéreink között, körülöttünk, akik ugyanazt hiszik, hogy van gyülekezetünk, hogy vannak lehetőségeink, ahol megélhetjük a hitünket. És ezért hálásak lehetünk, és ez egyáltalán nem természetes. Nem olyan régen találkoztam egy olyan államtitkárral, aki menekült keresztényekkel foglalkozik, és teljesen szívbemarkoló volt az, hogy vannak olyan országok, ahol a létükkel fizetnek az emberek azért, mert Jézus Krisztusban hisznek. A hitünknek az a része, hogy ne vegyük természetesnek, hogy mi így hihetünk Istenbe, hanem legyünk hálásak, legyünk nyitott szívvel arra, hogy ki mindenkit kéne még hordoznunk keresztény testvérként. Az igaz ember hitből él, ezt olvashattuk. Ez a karrier ne törjön meg Luthernél, ne törjön meg a Biblia papírján, hanem ez a karrier, ez a menet, Isten igéjének ez az áradása, ez menjen tovább rajtunk is. Isten adja, hogy mi is egy láncem lehessünk ebben a sorban, és ne csak beszéljünk róla, hanem megélhessük azt, hogy mi Isten hűsége által élhetünk, nem csak a mindennapjainkban, hanem az örök életben is így reménykedhetünk. Amen. Énekeljük az igére felelve, fennállva a 479. dicséretünk első és második versét. Az első vers így kezdődik, hinni taníts Uram.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálások vagyunk és magasztalunk azért, hogy megtapasztalhattuk a te hűségedet, hogy a te igéd mindig valóság és mindig ható igazság. Köszönjük, hogy Habakuknak adtad ezt a vigasztalást, ezt az igét, és Habakukon keresztül, Pál apostolon át, Lutherán keresztül eljuthat hozzánk. Szent lelkedért kérünk most, hogy ezek a szavak, ezek a gondolatok találjanak otthonra a mi szívünkben. Add, Urunk, hogy mi is ilyen kitartóan és örömmel tudjunk ragaszkodni az igéhez, ahogyan Pál apostol vagy Luther is tette. Urunk, kérünk, hogy legyen békességünk benned, hogy amikor kihívások vannak, vagy nehézségek az életünkben, krízishelyzetek, akkor is értsük meg azt, hogy a te hűséged, a te igazságod megszabadít minket. Megszabadít minket a halálfélelemből, és felszabadít minket az evangélium megértésére. Uram, kérlek, hogy ez ne csak itt a szent falak között legyen valósággá, hanem az élet nehéz helyzeteiben is megvalósuljon ez a megértés, ez az átélés. És Urunk, kérünk, hogy ez az ige szabadítson fel minket a hálaadásra. Adjál nekünk hálaadó, nyitott szívet. Olyan sokszor természetesnek vesszük a te áldásaidat, az új gyermeket, az új életet, az új lehetőségeket, azt, hogy egyáltalán szabadon és nyíltan vállalhatjuk a hitünket. Urunk, kérünk, hogy adjál nekünk hálás szívet, örömteli, újongó lelkületet, amikor tudunk minden apró dolognak örülni, ami tőled jön, hiszen te az öröm és az áldás Istene vagy. Urunk, kérünk, hogy ne csak akkor forduljunk feléd, amikor valamiben hiányunk van, vagy fájdalmunk, hanem az örömünkben is teljesek legyünk veled. Urunk, hálát adunk ezért a gyülekezetért, hálát adunk azért, hogy itt Isten ígéje hirdettetik, hogy itt épül és gyarapszik egy gyülekezet, hogy itt minden alkalommal a te ígéd megszólít valakit, újabb gondolatokat, tetteket sarkal bennünk. Uram, hálát adok ezért a közösségért, és Uram, szent lelkedet kérem, hogy minél inkább erősödjön, növekedjen, áldásban részesüljenek minden tagjai. Uram, kérlek, nem csak ezért a gyülekezetért, hanem az egész anyaszentegyházunkért, a világ kereszténységéért. Köszönjük azt, hogy mind a mai napig él és valóságos a te igéd és a te hűséged által minden nap megtérhetnek valahol a világon emberek. Urunk, kérünk, hallgass meg most csendben elmondott imádságunkat, gondolatainkat, hálaadásunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Thank you.
fennállva fogadjátok Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Leülve énekeljük keresztelésre készülve a 329. dicséretünk második versét, amelyik így kezdődik, nem éltem még e föld színén. Kedves testvéreim, szeretettel köszönöm benneteket, kedves szülők és keresztszülők Isten házában, mert eljöttetek, hogy áldást kérjetek gyermekeitekre. Hálásak vagyunk azért, hogy veletek együtt köszönhetjük meg Istennek, hogy épségben életre segítette őt, és hogy megőrizte az édesanyja életét. Örülünk és együtt örvendezünk a Tóth Lászlóval és Tóthné Beski Drágerrel, hogy megszületett már 2 éve Tóth Zsombor nevű kisfiúk, és hogy arra az elhatározásra hívta őket Isten, és arra indította őket, hogy Isten szövetségébe, Isten népének tagjába tegye az ő gyermeküket, és hogy eljöjjenek megkeresztelni őket. Amikor a feltámadott Krisztus mielőtt felment volna a mennyei dicsőségekbe, ezzel a szavakkal küldte tanítványait az evangélium hirdetésre, és hatalmazta fel őket a keresztség sakramentumának kiszolgáltatására. Így szól az ige hozzánk. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, kedves szülők, kedves keresztszülők, egy gyermek születésére nagy örömmel és nagy erőkkel készülünk, hiszen ki mikor vesz észre a nagy áldást, 7-8 hónap biztosan adatik rá, hogy erre felkészüljünk. Sőt, vannak olyanok, amikor megkérdezik gyerekként, hogy na és mi leszel, ha nagy leszel, a nővérem állatában mindig azt mondta, hogy anyuka. És adatott is neki 3 gyermek. Tehát van, aki nagyon régóta készül rá, nagyon tudatosan. De azért mégis Isten úgy rendelte azt, hogy van időnk felkészülni erre az áldásra. És a mai környezetben és lehetőségben, amikor a pedagógia és nagyon sok minden fejlődik, nagyon nagy tudatossággal készülünk egy leendő gyermek érkezésére. Hatalmas nagy irodalma van a csecsemőgondozási könyveknek, a kisgyermekekkel foglalkozó irodalomnak, az internet is hemzsek a tanácsoktól, bárha őszinték vagyunk, néha ellentmondóak ezek a tanácsok, hogy hagyjunk rá mindent a gyermekre, vagy pedig minden percét fejlesszük, osszuk be, tegyünk valamit érte. Azt láthatjuk, hogy a gyermek nevelése, a gyermek fogadására mindenképpen testileg, lelkileg készülünk. És van programunk, elképzelésünk, hogy neveljük majd őt, milyen sportokra biztatjuk, vagy milyen tudományokba szeretnénk elmélyíteni. Testileg, szellemileg hogyan fejlesszük.
Viszont, hogyha megnézzük, akkor sajnos sokszor tapasztaljuk azt, hogy a lelki nevelést azt elhanyagoljuk. Ezért különösen nagy hálaadás az, amikor egy gyülekezet azt látja, azt érezheti, hogy egy-egy új gyermek születésével, amikor úgy döntenek a szülők, hogy a keresztség sákramentumába, Isten szövetségébe léptetik az ő gyermeküket, hogy a lelki nevelésre is nagyon fontos, nagyon nagy erőket szánnak. Isten titeket is arra indított, hogy ne csak arra készüljetek, és ne csak azt valósítsátok meg, hogy minél teljesebb neveltetésben, testi-lelki ellátásba, testi-szellemi ellátásba részesítsétek a gyermeketeket, hanem a lelkiekben is szeretnétek neki mindent megadni. Az, hogy Isten arra indított benneteket, hogy kisgyermekként már Isten népe tagjaként nevelkedjen, Isten szent lelke elindított titeket egy úton. Mert ez egy szép kezdet igazából. Egy állomás arra, hogy itt valami új kezdődik az ő életében, és a tiétekben is. Hiszen fogadalmat tesztek arra, hogy ezek után úgy nevelitek, neveltetitek, hogy ez az igazság, amit Isten a fiában megmutatott nekünk, nektek, és majd a gyermeketek is jobban megérti, ha nagyobb lesz, az az ő életének a kulcsa. Amiről beszéltem az előbb is, hogy az igazi élet, az igazi hit, az az Isten hűségében van. Hiszen Isten hűséges volt hozzátok is, hiszen eljutottatok idáig. Isten hűsége jelent meg abban, hogy adatott nektek gyermek. Isten hűsége jelent meg abban, hogy számotokra fontossá vált az a megfogalmazás, hogy Isten szövetségébe akarjátok őt tenni. És ez nem egy könnyű dolog. Ez egy nagyon nagy kihívás, ugyanolyan kihívás, mint testileg vagy értelmileg nevelni a gyermeket. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy adott esetben majd beíratjátok hittanra. Nem csak arról van szó, hogy majd buzdítjátok őt, hogy elmenjen konfirmációra. Hanem arról van szó, hogy életetek minden döntése az egyben hitbeli példa is lesz. Hogyan döntötök egy-egy élethelyzetben, egy-egy életszituációban. A kríziseket, a kihívásokat, a problémákat hogyan kezelitek? Hogy Istenre mutat-e a ti döntésetek? Hogy azt látja a gyermek, hogy Isten szövetségében ti minden percben bíztok, és azt szerint éltek? Vagy csak akkor fontos, amikor egy-egy ünnep van? Minden döntésetek, minden szavatok Istenre mutat, vagy nem mutat? De Isten lelke abban erősíthet meg minket, ahogyan az ígében is olvashatjuk, a szereztetési ígében, hogy azt mondja Isten, hogy velünk lesz minden napon. Nem azt mondja, hogy nem lesznek gondok, hogy nincsenek kihívások egy keresztény ember számára, aki Isten szövetségében él, hanem azt mondja, hogy minden helyzetben ott lesz. És lehet, hogy néha úgy érezzük, hogy még sincs ott, mégis magunkra maradunk. De akkor is legyen meg az a tudatunk, az az ige, amit most felolvastam, hogy Isten azt mondja, hogy veletek lesz. Veletek lesz akkor, amikor nehéz döntéseket kell hoznotok. Veletek lesz akkor, amikor türelmesnek kell lenni a gyerekkel szemben. Veletek lesz, amikor esetleg megkérdezi, hogy apa, miben hiszel, és segít a szavakat megfogalmazni. Veletek lesz akkor, amikor talán nagyon pimaszkamasz lesz, és úgy érzitek, hogy fú, hát ez most így, uram, ez nem kéne. Veletek lesz. Ez erősítsen meg benneteket abban, hogy ne csak a testi és szellemi értelmi nevelésébe fektessetek energiát, hanem a hitbeli nevelésébe is, vezetésébe is. És Isten lelke veletek lesz. És Isten lelke felnyitja majd a szemeteket arra, a sok áldásra és csodára, amit ebben a gyermekben kaphattatok, és kapni fogtok. Isten segítsen ebben titeket, és Isten áldása legyen a ti döntéseteken, a ti elhatározásotokon, hogy Isten szövetségébe hoztátok ezt a gyermeket. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el a hitvallásukat, valljuk meg a gyülekezettel együtt, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők és kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségébe hitben nevelitek. Felejetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek azt, hogy akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromságba vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha akarjátok, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzátok fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt is hitben neveljék. Ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk ezért a gyermekért. Hálát adunk minden olyan új életért, amelyik a te benned való hitben megerősödhet. Köszönjük ezt a családot, köszönjük azt, hogy ők vállalták Zsombort. Köszönjük azt, hogy ők örömmel fogadták a te áldásodat. És adsz erőt nekik a mindennapokban, hogy felneveljék szeretetben, teljességben. Urunk, köszönjük az ő elhatározásukat, az ő akaratukat, hogy a te szövetségedbe hozták az ő fiúkat. Kérünk, Urunk, hogy adjál nekik erőt, hitet, kitartást a mindennapokban, amikor talán nehéz a gyermeknevelés, amikor nagyok a kihívások, amikor tele vannak félelemmel. Urunk, add, hogy a szülők keresztszülőknek a fülébe csengjen az, hogy te velük vagy szent lelked által, és minden helyzetben segíted és tanácsod őket. Uram, hálát adunk azért, hogy megőrizted egészségben a szülőket, a gyermeket, és kérünk téged, hogy továbbra is így maradjon. És végezetül imádkozunk azért, hogy ez a család igazi részévé váljon a te anyaszent egyházadnak, hogy ne csak ebben a szimbolikus cselekedetben határozza el magát, hogy a te népedhez akar tartozni, hanem rendszeres gyülekezetbe járó, hitét gyakorló családdá váljon. Uram, kérlek, hogy adj nekik erőt ehhez, és adjál befogadó gyülekezetet is. Amen.
Kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben és hűben szeretetben. Isten és az emberek előtt való kedvességben. Mi pedig szeretteim, erősüljetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, és elhívok magátoknak az Úr. Amen. Most pedig megkérem a családot, hogy forduljon szembe a gyülekezettel, hogy egy a gyülekezet áldásában is részesüljetek. Gyertek, álljatok ide, forduljatok meg. És köszöntse ezt a családot, ezt az új keresztelős családot, a gyülekezet a 134. Zsoltár 3. versével. Shoot.